Ha megnövök, tűzoltó leszek, de az is lehet, hogy rendőr. Ki ne hallotta volna ezt már a legkisebbektől, különösen a fiúktól. A piros tűzoltóautó vagy a szirénázó rendőrautó még ma is ámulatba ejti az óvodás korosztályú gyermekeket. Óriási esemény volt a Magyaró úti óvodában, ahogy a hatalmas udvarra begördültek ezek a járművek. Csoportonként gyülekeztek a gyerekek, és kíváncsian vették körbe most egészen közelről álmaik, meséik főszereplőit. A polgárőrök szervezésében megvalósuló délelőttnek természetesen fontos célja is volt. A célunk az, hogy a legkisebbek is megismerjék a veszélyt. Tehát legyen egy egészséges veszélyi érzetük, és tudják, hogy mit kell tenni. Na most azt gondolom, hogy ezt annál jobban, hogy megjelenünk a helyszínen a rendőrautóval, tűzoltóautóval, volt, amikor mentőautó is érkezett, polgárőrautóval. A gyerekek nem csak hangban, hanem vizuálisan is látják azt, hogy mi az a lehetőség, hova kell fordulni, bármi történik. A polgárőrök autóját is megnézhették az óvisok, és a villogó jelzőbot is nagy sikert aratott. Az óvónők felkészítették a gyerekeket erre a napra. Sokat beszélgettek ezekről a hivatásokról, arról, mi a teendője a tűzoltóknak, rendőröknek, hogyan tudnak segíteni a bajba jutott embereknek. Rajzoltak, festettek, és most mindez kiegészült azzal, hogy egészen közelről is találkozhattak a tűzoltókkal, rendőrökkel, polgárőrökkel. Nagyon várják a gyerekek minden évben ezt a kis rendezvényt nálunk. Ez már hagyománnyá vált minden ősszel. Jön a tűzoltóautó, rendőrautó, polgárőrautó, volt olyan év, amikor mentőautó is volt nálunk. Nagyon nagy élmény számukra, nagyon izgatottan várják, és sokat készülünk rá. Sok-sok információt szerzünk előtte, tapasztalunk, és akkor itt gyakorlatban ki is próbálhatják, amiről már előtte beszélünk velük. A tűzoltó parancsnok elmagyarázta, hogyan működik a gép, hogyan tudnak tüzet oltani. Ebben 4000 liter víz van ebben az autóban, ami itt a fakok mögött helyezkedik el. 400 liter habképzőanyag van rajta, tehát habot is tud előállítani. Így nem csoda, hogy a fiúk elsősorban erről meséltek nekünk. És hogyha majd rajzoltok erről a mai eseményről, akkor te mit fogsz lerajzolni? Tűzoltót. És miért pont a tűzoltó tetszik neked a legjobban? Mert eloltja a tüzet. Tűzoltók minden balesetet meg tud oldani. Én is a tűzoltót fogom lerajzolni. Felismászhattak az autóba, és ez nagy élmény volt. A rendőrök hoztak készenléti mellényeket, ezeket fel is lehetett próbálni, és bilincseket is. Ki tudod húzni? Nem. Hát a tiéd nem férfi. Hát akkor ez rajta marad most. Nem. Akkor még egy megbeszél. Már szabadulni. Hát csak kell venni tud. A rendőrök gépjárművét is birtokba vehették, ez már a lányoknak is nagyon tetszett. Itt voltam a rendőrautóba, és azt. A gyerekek közül néhányan nagyosan megállapították, hogy olyan belülről, mint minden más autó. De a sziréna hangja már elvarázsolta őket. Éppen ez volt a délelőtt célja, hogy ne félelmet keltsenek a legkisebbekben az egyenruhás szervek és járműveik.